Gyurcsány Ferenc, a DK frakcióvezetőjeként elsőként szólt, parancsoljon. 8 évet kellett várnia a korábbi miniszterelnöknek, hogy frakcióvezetőként közvetlenül reagálhasson Orbán Viktor napirendelőtti felszólalásaira. A Demokratikus Koalíció 2011-ben vált ki az MSZP-ből, és most a 2018-as választás után tudtak először frakciót alapítani. Már a beszéde elején tudathasadásosnak nevezte a kormányt, amiért a sargentini jelentéssel kapcsolatban azt mondták, azzal Magyarországot támadják. A magyar kormány Magyarországnak képzeli magát. Gondolom, hogy kezeltetni kellene magukat. A kormányt többször gyávának nevezte, beszéde végén pedig Orbán Viktort diktátornak. Azt kell mondjam, hogy önök diktatúrát csinálnak. Önök diktatúrát csinálnak. Nem kell tüzel állni a dolgot, önnek egy diktátor. Ez a helyzet. Az a helyzet, hogy a magyar történelemkönyv kalapjaira nem ezek a gazdasági természeti adatok fognak belekerülni, hanem az, hogy maga politikai értelemben miniszterelnök úr, egy gazember. Köszönöm szépen. A felszólalása után a házelnöktől érkezett az első reakció. Ami a kezeltetésre vonatkozó igényt illeti, különösen ön meglehetősen ingoványos talajra tévedt, és az nem biztos, hogy szerencsés. Később Kocsis Máté fideszes frakcióvezető is Gyurcsány Ferenchez szólt, és politikai detoxikálóba küldte volna a pártelnököt. A frakcióvezető társam a saját gondolataitól megrészegülve az ellenzék régi új vezérének szerepében képzelte magát. Jó helyen tetszik lenni, frakcióvezető úr. Inspirálja őket, csinálja meg. Kocsis Máté arra is emlékeztette Gyurcsány Ferencet, hogy éppen ma 12 éve került nyilvánosságra az összödi beszéd, amely végül a politikai bukásához vezetett.